Ehhez igazodva. Számos egyéb dolgot is megbeszéltünk, ez már egy egész kis minisorozat lesz, ez a hetedik rész. Ott hagytam abba az előzőekben, itt, hogy egy kis vállalkozás is gyakorlatilag az interneten nagy vállalkozóként működik, gondolkodik. Igen. És követjük, mérjük. A Google hozzá segítséget ad a Google akkonton keresztül, ha az AdWords-öt összekapcsolom az analitikával, hozzákapcsolom a webmester eszközöket, akkor egy olyan komplett háttér vállalatirányítási ellenőrzési szoftvert kapunk ingyenesen, amit tényleg idő megtanulni. Én is rendszeresen újra és újra tanulom, de nem baj. És sokan mondják nekem azt, hogy nekik ennél kevesebb is elég, őket csak az eladás érdekli. Én meg, ahogy az előbb is mondtam, hivatkozom mindig arra, hogy tényleg csak az eladás érdekel? Tényleg eldobnád a vevőid 80%-át? Mert a konverziók során a vevők az első körben csak 10%-ban vásárolnak. Az összes többi lehetséges eladásodat a konverziók komoly vizsgálata, a konverziók szerinti komoly üzleti kommunikációban tudod beszerezni. Nem elég csak hirdetni, nem elég csak az admint nézni, nem elég csak mindenféle egyébként nagyon jó programokon azt lesni, hogy éppen ki van a honlapodon. Megjegyzem, a Google Analytica már régóta mutatja ezt többféle verzióban. Sokan nem is tudják, még mindig azt hiszik, hogy kis egységeket kell venni, miközben a nagy rendszer itt van az orrunk előtt. Én egy kicsit másként szeretném, ha tekintenének a Google Analytikára. Nem a big data-ról van szó, arról, hogy túl sok adat, amiben elveszek, és ez bizonyára másoknak, akiknek van ideje elemezni, meg elemzőket megfizetni, azoknak használható. Nem. Én úgy tekintem az analitikát, ahogy egy vállalkozás bevételi könyvitelét, és nap mint nap a vállalkozó megnézi, milyen jó nézni a telefonon, amikor jönnek az SMS üzenetek, hogy ismét pénz érkezett a számlára. Ugye? Ez még senki nem tiltakozott ellene, hogy ez túl bonyolult. De ugyanez vonatkozik, hogy a könyvitelt, a bevétel, kiadás, a szállítás rendszere, ezek természetes napi tevékenységei egy vállalkozónak. Tessék nyugodtan úgy tekinteni az analitikára, mint ennek a bevételi, könyviteli, ellenőrzési rendszernek az online kiterjesztésére. Semmivel sem bonyolultabb, mint egy hétköznapi átlag magyar adóbevallás vagy egy könyvelési rendszer. Ezt én merem állítani. Legfeljebb kevésbé ismerik. És ahhoz, hogy kiválogassuk azokat az adatokat, amelyekre valóban szüksége van, azért valamelyest ismerni kell. Na, például hol, melyik szinten hagyják el az oldalt? Ha az első vagy a második, harmadik szinten, akkor nem ezt keresték, akkor nem vonzó a kínálat, vagy nem vonzó a megjelenés. Lehet, hogy még mindig a navigáció, az oldal struktúrája, menü struktúrája, vagy a tájékoztató tartalom a gyenge pont. És ha a negyedik lépésben, a negyedik rétegben sem tesz semmit, nem konvertál, még egy hírlevélre, egy regisztrációra se hajlandó, akkor nem is akartak vásárolni. De ez nem azt jelenti, hogy nem akarnak egyáltalán. Még gondolkodnak. És az is lehet, hogy összehasonlítanak, és a konkurencia mindezt jobban csinálja. Az elfogadási és a vásárlási döntési folyamatban, még egyszer mondom, az első 10% vásárol azonnal. Az összes többit legalább 4-szer, 5-szer, gyakran 8-szor, 9-szer meg kell szólítani. El is várja. Engedni kell az embereket, hogy gondolkodjanak, körbejárjanak, és döntsenek. És akkor is készen kell lenni. A webanalitika és a konverziómérés folyamatosan változtatnak, és folyamatosan változtatják a site navigációt. Amit itt képet látok, az már történelem. A Google körülbelül 3 hónaponként frissít valamit az analitikai rendszerén, és ezzel együtt a munkafelületen is. De nem baj, jó ez nekünk. A lényeg most is ugyanaz, mint annó. Melyik menühoz több konverziót?
Folyamatos értékelés az analitikai eszközökkel, úgy, hogy a webmester eszközöket is hozzákapcsoljuk. Ma már ezzel kevesebb a probléma. Bizony, nagyon sokszor megkeresnek azért, hogy mi történt, 404-es hiba üzeneteket ad a webmester eszközök, vagy mi történt, miért csak 15 oldalt indexel a Google nálam? Na, itt jön a struktúrabeli probléma. A webmester eszközök egy része pontosan azokat a konverzióra nyitott programozókat segítik, akik a saját programozási tudásukat, a legjobb tudásukat akarják átadni nekünk, csak nem nézik, hogy hova és milyen felhasználói szintre kell. És a keresőoptimalizálás mit diktál ma, 2014-ben? Amikor már 2010-ben is tudtam, hogy a site navigáció struktúrának 4 feladata van. A tájékozódás, a tájékoztatás, a konverzió, és a negyedik a konverzió mérés. És mi van, amikor fölhív egy ügyfél, és azt mondja, hogy abban maradt a konverzió mérés, megszűnt a Google, nem méri az analitikával a látogatóimat. Nulla. És az első dolgom nyilván, hogy végigfutok az összes ilyenkor szokásos ellenőrzést, megcsinálom, és ha mindent rendben találok, bizony elkezdek gyanakodni arra, hogy raktak be új kódot valahova? Fejlesztettek egyedileg valamit? Ja, hogy most cserélték le a két lépéses kosár és számlázás oldalt egy one page checkoutra, amelyik egyetlen oldalon lehetőséget ad arra, hogy megadjam, hogy mit akarok venni, a szállítási és a számlázási információimat megadhatom, és egyetlen kattintással elintézhetem, nem kell tovább lépni. Egyik oldalról nagyon jó, másik oldalról lehet, hogy tönkre vágta. Éppen ez vágta tönkre az egész rendszeremet és az ellenőrzést, mert kihagytak valami kódot, elfelejtették, hogy az ott van, és van úgy, hogy a kettő együtt összeveszik egymással. Igen. Tudom, hogy a navigációt folyamatosan változtatják az üzleti kommunikáció, a technológia, a mérés és a vásárlók. És tudom, hogy ebben a folyamatban egyre többet, egyre jobban össze kell hangolni magunkat, e-marketert, programozót, webmestert, szervergazdát, tulajdonost és a vevőket. Tudom, hogy milyenek legyenek a weblapok navigációs menüi, és nem csak 2010-ben tudtam. Ezek az alapelvek ma is igazak. Legyen informatív, kövesse a tartalom struktúráját. Ez egy ikon menü. Azt választom, amelyikre nekem szükségem van. Legyen attraktív, de ezt nem lehet mindig megoldani. Akkor az első benyomásra valami más megoldást kell találnunk, és az előbb mutatott több rétegű struktúrával, több menü elemmel kell dolgoznunk. A négynél megállunk. Lehet szöveges menü, lehet márka érték, egy kiemelt boxban. Erre odafigyelnek. Lehet vegyes szövegezésű menü, ahol kép és szöveg együtt van. És ahogy haladunk lefelé, látható egyre inkább a hasznos információk, a tájékoztatás, a sima tájékoztatás, technikai tájékoztatás felé megyünk, ott már szöveges menü. De még ott is előfordul kiemelt box. Minden esetre, amikor egy menüvel találkozom, fontos, főleg a képes menünél, ez nem szokott probléma lenni belőle. Az legyen motiváló. A probléma ott szokott lenni, hogy az első nyitó oldalon, ott van ez a képes menü, majd ott hagyják a harmadikon, a negyediken is. Ahogy lépünk tovább a menüben, a második szintű nyitó oldalakon vagy ugyanezt kisebben kell megismételni, vagy el kell hagyni. Vagy át kell tenni egy másik modulba, ott már más szerepkör van. Ha örökké ezt a nagy széles képet látom, és nekem örökké lefelé kell mennem a weblapon, hogy az értékes, nekem szükséges tartalomhoz eljussak, akkor nagyon hamar ott hagyom azt a weblapot. És azt hiszem, mások is így van. A kellő elszántság kell ahhoz, hogy ennek ellenére mindig scrollozzunk lefelé. Igen, legyen interaktív. Minél több esetet biztosítson, nem csak az, hogy a kosárba beírok ezt, azt, amazt, hanem valami, ami aktivizál. Például itt
Rákattintok erre a képre, és úgy kapom a telephely információkat, vagy a szolgáltatás információkat. Ilyenek a térképes megoldások, hol találhatók üzleteink például. És akkor rákattintva ott látom a pontos címet, telefonszámot vagy hasonlót. A Site navigációs menü mindig legyen rendezett, jól navigálható. Igen, de nem mindegy, hogy melyik oldalon vagyok. Fönt a nyitó oldalon található vízszintes menü még mindig ott van, és ha kell, akkor akár lehet egyszerű szöveges, vagy ilyen linkszerűen felsorolható is, de most már biztos jó néhányan jó választ adnak. Ez a harmadik, negyedik szintű oldal lehet, ugye? Első oldalra ilyet nem teszek. Általában nem, mert motiválni is akarok. Legyen, amikor már a konkrét információk felé megyek, és töltésszerűen szűkítem, a fölösleges dolgokat elhagyom. Ugye a modulokkal meg tudom tenni, hogy publikálom azon ahhoz a menühöz, a másik menühöz nem publikálom. Na, szóval itt tudom megoldani azt, hogy legyen átjárható, egyszerű. Egyszerű ott, ahol lehet egyszerű. De csak ott. Mindent annyira kéne leegyszerűsíteni, amennyire ez lehetséges, de nem jobban. Igen. Sokszor ismétlik. Én is kedvelem ezt az Einstein intézetet. A weblapon a látogatók saját választott útvonalát. Azt kell megmutatni neki, mert ő azt fogja egyszerűnek tartani. Két-három alternatívát kell neki adni. Elég, ha mi tudjuk, hogy milyen bonyolult ezt megoldani. De nem lehetetlen. Tudom, hogy hogyan legyen a navigáció. Informatív, attraktív, mégis átlátható, rendszerezett, rugalmasan alakítható, és mértéktartó. Sose legyen sok, és sose legyen kevés. Épp elég. Annyira egyszerű, amennyire lehet, de ne jobban. Nem lehet mindenki kedvére tenni, és én sem akarok. Itt van egy jó grup menü. Még világosabbá teszi az alternatívákat, és segít a választásban. Van benne multigroup menü. Van baloldali menü, termékkategóriából. Van kereső regisztráció modul. Jobboldali modul, kiemelt, időszakos, például itt egy karácsonyi akció. A lényeg az, hogy a legördülő nagy menü az a multigroup menü. Ha nekem azt tetszik, akkor onnan mehessek. Ha jobb szeretem a bal oldalról indítani a keresést, akkor hadd tegyem meg. És hogyha az az érdekes, színes kép tetszik meg, és mindjárt akciókra vagyok nyitott, akkor lépjek be az akciókba. A lényeg, hogy megtalálja minden vevő a neki való, minden vevő típus megtalálja a neki való navigációs lehetőséget. Választéka legyen. Itt van egy jó példa. Megint a site navigáció, meg a menü. Van benne képes menü, szöveges menü, még számmal, numerikus menü is van. És van karusszel menü. De ezek már technikák. Egy határig mindenképpen észszerű és célszerű használni őket. Viszont ne feledjük el, hogy ma a responsive design miatt ezek már másként jelennek meg. Ami jól mutat a laptopon, ahelyett már lehet, hogy csak kis fekete vonalacskák fognak megjelenni a menüben, hogyha mobilon nézem, vagy tableten. Milyen legyen még a site navigáció? Van még egyéb szempont? Mert ha ide értem, nyilván van. Milyen gyakran újuljon meg a nyitó oldal? Például ez szempont. Emlékszünk rá. Gyorsan változik, követi az értékesítést és a technológiát. A vevő lassabban változik. Ő szereti ugyanott ugyanazokat a menüelemeket megtalálni. Milyen gyakran újuljon a site navigáció a további oldalakon, mert ugye ez egy nyitó oldal volt. Minél mélyebbre megyek, a változás annál lassabb ezeken a belső oldalakon. Íme itt van egy hagyományos jobb és bal menürendszer. Ez már leltárszerű, bevásárló listaszerű, gyakran tájékoztató oldal, vagy vegyes, mindegyik célt szolgálja. A lényeg, hogy a vevő motivált. Már valamilyen szinten meghozta érzelmileg a döntést.